meghatároztam, hogy nem csak a főzésben, vagy az alapanyagokban fogok nektek segíteni, hanem egy kicsit a kozmetikumok kiválasztásában is. Számomra nagyon fontos, hogy amellett, hogy mit eszek, mit is kenek magamra, ezért ahol járok elek, mindig nézem, hogy milyen új termékek vannak, illetve nagyon szívesen kipróbálok olyan cégek által piacra dobott termékeket is, amit esetleg már régen piacra dobtak, de mi még nem ismerek. Úgyhogy egy kicsit a Gréta kedvencei rovatban ezekről a termékekről szeretnék nektek beszélni. És nem olyan régen, körülbelül egy hónappal ezelőtt, ahogy jártam egy ilyen bio ízeletházba, hogy új termékeik vannak, és egyből megfogott a csomagolás. Ilyen nagy, fél literes kiszerelésben találtam először is samponokat és mindenféle balzsamokat, különböző hajtípusra, és egyszerűen egyrészt a színe nagyon megtetszett, nagyon szeretem ezeket a pasztelszíneket, másrészt a kiszerelése, és egyszerűen megfogott az, amit utána találtam a címkéken, hiszen 98%-ban naturkozmetikumról van szó, a Cosmos Natural jelzéssel van illetve, illetve a vegán, illetve, és vegán logó is van rajta, ami nagyon-nagyon nem fontos számomra. Minden terméken vegán, próbálok változtatni, próbálok folyamatosan olyan termékeket találni, ami természetesen cruelty free, tehát erőszakmentes rajta. Szerintem ez most a nyerő nálam. Ez a cég, ezt úgy hívják, hogy Dr. Konopkász. Ez egy, úgy tudom, hogy észt. Ez egy észt cég, legalábbis ott gyártják, és utána olvastam, ez egy kis manufaktúra volt, és most szeretne terjeszkedni. 98%-ban természetes összetevők vannak benne, és nagyon fontos, hogy organikus is, tehát bio olajok vannak benne, illetve különböző gyógynövény kivonatok, olyan gyógyszertári származásúak benne, tehát például van ilyen összetevő, hogy 52. számú gyógyszertári alapanyag, ami lehet, hogy egy kamilla kivonat, vagy ez esetben egy vasfű kivonat, ami a balzsamban van, és ez egy ilyen antihellos sampon, ami hajhullás ellen van, amit hát úgy gondoltam, most kipróbálom, most lehetett volna volumennövelőt levenni, de most, hogy jön az ősz, nem szeretném, hogy hújjon a hajam, úgyhogy inkább ilyen megelőzés céljából vettem, és nagyon-nagyon használom, és nagyon-nagyon szeretem. Nem extrán zsírosítja, szép fényes a hajam tőle, illatos, és elég tartósan lehet formázniós, úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom nektek, és még két terméket levettem a polcról ott azon nyomban, mert hogy nem csak egy termékük van, hanem legalább 10-15 féle is, és el lehetett volna velük tölteni körülbelül egy órát, de hát ákos fát, mert éppen bevásároltunk, úgyhogy nem szeretett várni. Úgyhogy inkább gyorsan, ami így megtetszett, és hát az első, ami nagyon-nagyon megtetszett, ez a kisimító arc szérum, ő. Hát egyszerűen gyönyörű, másrészt pedig egy ilyen kis, szuper kis pipettája van, fel tudom szívni az anyagot, nem kell hozzáérnem, nem nagyon fontos, hogy ne nyúljunk bele az olyan termékekbe, amit az arcunkra rakunk, hanem mert ugye állandóan ugye baktériumok és különféle mindenféle kórokozók lehetnek a kezünkön, ezért ez egy nagyon steril megoldás, a pipettával csak kiszívok egy pici terméket, azt a kezemre teszem, és úgy szépen szétsimítom az arcomon, nagyon gyorsan felszívódik, nagyon jó smink alap alá, és én este és reggel is szoktam használni, és eddig bejött. Szóval nem mondom azt, hogy ilyen teljesen botox effektus, de nagyon-nagyon szépen kisimítja, és nagyon jó smink alá, teljesen természetes, ez is vegán, ez 98,9%-ban természetes összetevőkből áll, és hát az ibolya az nekem minden egyes formájában jöhet, illatba, kivonatként, eszenciába, ha lenne ibolya te, akkor biztos az is, és állítólag eltő is, azt hiszem, de ebben nem vagyok biztos, és még egyet leemeltem a polcról, ez pedig a különböző ilyen puffiság ellen, ami legalábbis a szem alatti karikákat jellemzi, illetve reggel, amikor egy kicsit az arcunk hát be van gyógyulva, be van dagadva, akkor egy ilyen kis csőapplikátor segítségével egy pár pöttyöt nyomok ezekre a területekre, és szépen a gyűrűs ujjammal, mert az a legenyhébb nyomást gyakorló ujjam a bőrömre, és azzal szépen így elkezdem paskolni. És ez is nagyon-nagyon gyorsan beszívódik, egy zseli állagú és kamilla kivonatot tartalmaz, nyugtató, és tényleg, tehát egy ilyen 15 perc múlva szoktam várni azért a szérumok és
hidratáló krém, illetve a smink feltevése, tehát az alapozó feltevése között körülbelül ilyen 15-20 percet, közben megcsinálom mondjuk a szemsminkemet vagy a hajamat, mert nagyon fontos, hogy a bőrbe ezek az anyagok beépüljenek, és azért valamennyire be is szívódjon, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon gyorsan beszívódik. Úgyhogy engem ezek a Dr. Konopkász termékek teljes mértékben meggyőztek arról, hogy ott a helye a polcomon, és biztos vagyok benne, sőt, igazából a sampont azt már azt hiszem újra is vettük, mert Ákos is elkezdte használni, és nagyon-nagyon szereti. Úgyhogy ezek biztos, hogy maradnak, és nagyon szeretném még a többi termékét kipróbálni, ilyeneket láttam, hogy különböző ilyen anti-aging arcérumok, azt hiszem lábkrém, kézkrém, testradír, és lassan-lassan be fogom szerezni, ha esetleg ti ismeritek és használtátok, vagy használjátok most ezeket, akkor a kommentben nagyon szívesen veszem, hogyha leírjátok, hogy nektek melyik a kedvencetek, miket szerettek még, és legközelebb is valami ilyesmivel jövök. Tartsatok velem, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!